Ahol most a munkagépek állnak, ott bő másfél év múlva egy már közép-európai szinten is egyedülálló sportkomplexum várja majd a sportolni vágyókat. A Modern Városok program keretében 7 milliárd 118 millió forint 100%-os állami támogatásból épül majd meg a 12 ezer négyzetméter alapterületű létesítmény. A nemzetközi minősítésű, fedett lelátóval ellátott 8 sávos kivilágított rekordtámpája mellett edzőpályák, csarnokok, orvosi és rehabilitációs helyiségek, valamint sportszálló várja majd a hazai és külföldi versenyzőket. A régi lerobbant enyvészcipálya helyett egy modern sportkomplexum épül, amely egyedülálló nem csak az országos tekintetben, közép-európai szinten is. Ezt azt tette lehetővé, hogy a Magyar Atlétikai Szövetséggel és a sportkormányzattal folyamatos egyeztetések történtek már a tervezés időszakában, és ez azt jelenti, hogy ide nemzetközi versenyeket, versenyprogramokat hozhatunk majd, de edzőtáborozás is lehet, mert hogy a programnak a részei 48 férőes sportszálló megépítése is. A sportért felelős államtitkár kiemelte, hogy az élsport mellett a szabadidősportot és az utánpótlás nevelést is szolgálja majd az új sportkomplexum. Nagyon régóta vártunk már erre a létesítményre, hiszen az atlétika mindig is nagyon sikeres volt Nyíregyházán, és hogyha a sport, ugye sportszerető városunk van, nagyon fontos, hogy nem csak az élsportnak és az utánpótlásnak fogadni helyszínt, és nem csak az atlétikának, hanem több sportágnak, hanem tényleg a lakosságot is szeretettel fogja kiszolgálni, hiszen rekordtán fog létesülni az épület köré, és a helyi lakosság tudja majd használni. Nagyon fontos, hogy ugye az élsport és az utánpótlás mellett megfelelő kiszolgálása legyen a lakosságnak, és ehhez olyan létesítményeket tudjunk építeni, amely tényleg 21. századnak megfelelő. A kivitelező cég június közepén a bontással kezdte meg a munkálatokat. Hétfőtől pedig az atlétikai csarnok, valamint az 570 személyes ellátó alapozásával folytatódik a munka. Az építkezés ütemezése nagyjából úgy alakul, hogy ez év december 20-ára a vasbeton szerkezet el fog készülni, a atlétikai csarnok rész acél szerkezete az januárban fog megkezdődni, és valahogy a következő év nyarára lesz az épület zárt, és akkor kezdődnek meg a belső munkálatok. Vélhetően a kivitelezésen az első időszakokban, amíg az alapozás megy, addig egy kisebb létszám fog részt venni, de utána a befejező munkálatoknál 200-300 ember is a helyszínen fog tartózkodni. A Nyíregyházi Atlétikai Centrum alapkövét hétfőn tették le. Ha minden a tervek szerint halad, 2021 márciusában a sportolók birtokba vehetik a kertvárosi létesítményt.